A televízióban ment egy könnyű zenei műsor, már nem tudnám megmondani a címét, amely különböző klippeket közvetített, és az egyik klipben rám teljesen döbbenten hatott a dolog, megjelent egy zenekar, tulajdonképpen a zenekarral nem is nagyon törődtem, hanem megjelent a zenekar mellett tánclépésekkel két meglehetősen, hogy úgy mondjam, tekintélyes énekes, Zárai Márta és Vámosi János. Aztán ért a másik meglepetés, amikor a végén kiírták a szám végén az együttes nevét. Az együttes neve Ámen. Most ezen is gondolkodtam, nem hallottam semmiféle riportot, meg róluk sem korábban, hogy ez most ironikus értelemben értendő, vagy a szó szoros értelmében. Hát meghívtam először is körünkbe az Ámen frontemberét, Pajor Tamást. Tamáskám, légy szíves, világosíts fel, így mindjárt a legelején, hogy az ámenti a szó, mondjuk úgy vallásos értelmében használjátok? Nem csak, sőt elsősorban abban az értelmében, ahogyan talán kevesen ismerik, és ez a szó azt jelenti, hogy igen, úgy van. És ez az igennel mi szeretnénk igent mondani elsősorban az életre, ez egy nagy életigenlő együttes és társulás, és szeretnénk igent mondani mindazokra a jó dolgokra, amik minket tűzbe hoznak a szívünkben, és reméljük, hogy azokon az eszközökön keresztül, amiken keresztül mi kifejezzük magunkat, tűzbe hoznak másokat is. Igen, ez jól hangzott, végül is székfoglalónak nem volt semmi, de azért mégiscsak itt a hittel, mégpedig egy vallásos értelemben vett hittel szoros összefüggést mutat a ti együttesetek, ugyebár. Hát mindenképpen, lévén, hogy 7 év kemény kábítószerezés és alkoholizmus után, ami a múltamra jellemző volt, egyik pillanatról a másikra egy transzcendentális találkozás, isteni találkozás, nevezetesen Jézus Krisztussal való találkozás után megváltozott az életem, és egyik pillanatról a másikra ott tudtam hagyni azt a narkós, alkoholista életformát, amit addig éltem. Annyival hadd egészítselek még ki, hogy ugyebár akkoriban a Neurotic együttesnek voltál a szóló énekese, és valóban, hogy milyen szinten volt ez az alkoholizmus, meg a drogfogyasztás, a kábítószerezés jelen az életedben, meg még öngyilkossági kísérletekkel is volt ez tarkítva. Tehát, hogy milyen szinten volt ebből, vagy erről tudunk mutatni egy filmet, illetve egy filmrészletet. Xantusz János annak idején Rocktérítő címmel rólad forgatott egy filmet. Egy részlet következik ebből a filmből, mégpedig az a részlet, amikor túl vagy egy koncerten, már a koncert is önmagában véve nem egy hétköznapi csoda, de aztán, amikor bevonulsz az öltözőbe, innen kapcsolódunk be a filmbe. Ezzel meg is köszönöm ezt a fantasztikus lehetőséget, amit mi kaptunk itt. Mert hát ez lehetőség végül is a sok nagy sztár között. Ezzel köszöntelek benneteket, kedves barátaim, a megvilágosodástól jó távol. Csá! Se fenyegetőzni nem akartam, se megbántani senkit, egyszerűen bebasztam egy ablakot, mert dühös voltam. Azért voltam dühös,
mert nem tudták egyetlen egyszer az életemben megcsinálni a legfontosabb fellépésemkor, a legfontosabb gondolataimat. Nem tudták biztosítani egy egyszerű szemét, szar, geciség miatt, ami három gombnak a csavarásáról szól. És az összes többi faszfejűnek, bazd meg, aki csak arról beszél, amit mástól hallott, annak meg mindenek tök rendben volt. És ez nem is zavarna, legyen ilyen 100 000, 10 000, bazd meg. De miért nem lehet legalább egy kicsit hallani, amit én akarok mondani? Csak akkor... Kurva jó volt, bazd meg. Tudod, miért volt kurva jó? Azért, mert nem lehetett hallani a hangszereket, és akkor dumáltunk, bazd meg. Nem volt rész a szállítás. És amikor megszóltak a hangszerek, akkor senki nem hallott semmit. Nem tudod, mi volt a színpadon. Azt csináltak, amit a Petőfi csarnokban, rohadt szemét, geci, fasiszta, ávos, állatok! Krisna, emberek vagyunk, semmi baj, emberek vagyunk, emberek. Eddig a részlet, azt én azt hiszem elfelejtettem mondani, de persze kiderült belőle is annak, aki figyelmesen követte, hogy ez nem egy játékfilm, hanem ez maga a valóság, ez egy dokumentumfilm volt. Ez egy koncert után te fölvágtad az ereidet, illetve belevágtál egy üvegbe, ugyebár ott folyt a vér, jött a mentő, és ez a jó arcú fiú is, hogyha nem tévedek, nagyot te voltál. Ahogy mondod. Uh-huh. Milyen volt az életed akkoriban? Egyáltalán mitől lettél te ilyen vad? Már ebből a pici részletből is kiderült, hogy félelmetesen vad ember voltál. Olyan, mintha egy másik Pajor Tamás ülne most itt. Hát ez az életemnek egy szelete volt, amit most itt lehetett látni. Azt hiszem, hogy azt tett ilyen vaddá, hogy igazából komolyan vettem azt, amit rock'n'rollnak hívnak, és ez elég sok embert megvadított már eddig is a világon, és komolyan vettem azokat a filozófiákat, amik beindították azt a tömegméretű emberírtást, ami kifejeződik a 20. századi tömegméretű narkózisban, alkoholizálásban. Én nem csak egy ilyen papírmasé sztár szerettem volna lenni, amit egy menedzser kitalál, és utána kiállítják a színpadra, hanem azt gondoltam, hogy az, amit itt a Beat nemzedék hirdetett, azok olyan komoly igazságok, amiket, hogyha az ember átél, és elkezdi gyakorolni, és elkezd benne élni, és az egész életét egy bulivá, házi bulivá változtatja, és mindenkinek azt mondja, hogy te ide figyelj, a legjobb dolog, ha azt csinálod, hogy fogsz egy csajt az oldaladon, és egy üveg bort, azt lehúzod egy üvegbe, és nyomás a buliba minden nap, minden szombaton. Neked ilyen volt minden napon gyakorlatilag? Hát, gyakorlatilag, igen. Tarkítva még a narkóval, meg egyedekkel. Persze. És hát tulajdonképpen, hogy azért ne gondolja az, akinek ez az életforma szimpatikus, hogy ez egy nagyon romantikus dolog volt, azért azt el kell mondani, hogy elég sok délutánt töltöttem unattan egy delfinkönyv olvasásával, arra várva, hogy mi alakul ki majd valamikor este. De általában, ami kialakult, az ez volt, és ez egy olyan leépülést okoz az ember életébe, amit igazából csak egy valami csoda folytán való esemény tud kimozdítani az embert ebből a helyzetből. Milyen gyerekkor, vagy milyen családi háttér volt mögötted, ami egyszerűen engedte azt, hogy ide jussál? Tudnék, az képzelem, de csak képzelem, hogy ha valaki egy stabil alapvonalról indul, azzal ilyen dolgok, ilyen nagyon vad, nagyon, már azt kell, hogy mondjam, riasztó. Szóval én olyan riadtan néztem még most is, pedig legalább harmadszor láttam mind a részletet, mind pedig a filmet. Szóval egyszerűen olyan, mintha nem is emberből lettél volna itt. Nagyon vagy rendezett volt polgári háttér, és nagyon szerettek a szüleim, én is szerettem őket, és de az életemnek egy pontján bejött valahogy az elmémbe, meg a szívembe az a lázadás, ami nagyon-nagyon sok fiatalt megkísért, lehet, hogy nem ilyen szélsőséges szinte jelenik meg, hanem csak, mit tudom én, egy egyszerű hosszú haj növesztés, bár azért mondjuk ennél már túl vagyunk, azt hiszem, vagy lehet, hogy ez most már teljesen konszolidáltnak tűnik, de minden esetre szóval mindenkit megkísért ez a lázadás, és
és én úgy voltam vele, hogy én nem fogom ezt feladni. Szóval nem leszek 40 éves koromban egy ehhez képest meghasonlott ember, hanem mindenféleképpen ezt végig fogom csinálni. Na, már azt az életformát, amit a film igen, mutat. És hát ennek eléggé köztudott a vége, hát tulajdonképpen a teljes megsemmisülés és a teljes kárhozat. Ennek ez bekalkulálva is így döntött, hogy te ezt így akarod végigcsinálni? Ennek a vége, nézd, az az igazság, hogy azt le kell szögeznem, hogy amit itt láttam, meg láttatok, ettől hát teljes mértékben elszigetelem magam, olyan értelemben tudom, hogy én csináltam, és ezt nem is akarom letagadni, különben nem ülnék itt, de most egész más vagyok, és egész mást képviselek. Ugorjunk egy nagyot, és talán beszéljünk arról, vagy onnantól kezdve elevenítsd fel a történetet, hogy mi volt az a pillanat, ha ugyan visszaemlékszel, amikor mindezzel tudatosan, amennyiben ez tudatos volt, leszámoltál? Az a pillanat volt, amikor éreztem, hogy egy olyan szakadék áll a szívemben lévő elfogadott igazság és a cselekedeteim között, amit már nem tud áthidalni egy embernek a személyisége. De ez milyen pillanatban következik be? Ez abban a pillanatban, amikor az ember kinyitja a Bibliát, és az a Biblia elkezd beszélni hozzád. Ez abban a pillanatban következik be, és amikor ezt átéled, akkor, amikor átéled, hogy nem csak egy marék, érthetetlen betű az, amit a kezedbe tartasz, hanem egy olyan könyv, amely ilyen az egész eddigi történelem úgy mondhatni nyugszik, amelyen itt mi ebben a szép Európában, meg Amerikában felépítjük az életünket, és ez még csak egy töredéke a Bibliának, ezt hozzáteszem. És ez a Biblia ugyanaz a könyv, amit megpróbáltak kiírtani nagyon sok évezeden keresztül, de ez a könyv ma is képes arra, hogy egy ilyen züllött, teljesen elvadult, narkós rockzenésznek az életét egyik pillanatról a másikra átalakítsa, amikor valaki elkezdi ezt komolyan venni. És ezzel párhuzamosan aztán hallottam egy olyan gyülekezetről is, ahol aztán meg is történnek olyan csodák, mint Jézus idejében. Soha többé nem nyúltam kábítószerhez, alkoholhoz, soha többé nem volt szükségem idegen nőkre, hanem hazamentem a feleségemhez, akivel akkor éppen nem éltünk együtt, és egyébként egy hosszú hányatott kapcsolat állt mögöttünk, és elvettem őt feleségül, és azóta van 3 gyermekünk, és egyszerűen azóta azokra a dolgokra, amire azelőtt szükségem volt, egyszerűen nincs szükségem. Senki nem mondta, hogy ne csináld ezt többé. Mondták, persze, hogy mondták, de... De az hát rád nem annyira hatott, hiszen mondták... Ez már nem olyan szinten van, hogy valaki itt meg tudna állni. Mégis azért az a műfaj, hogy rock, vagy pop, vagy egyáltalán amit könnyű műfajnak neveznek, meg a hit, és egyáltalán a vallásosság, az nagyon távoli dolognak hat. Nevedz okon, de mégis csak úgy gondolom, hogy olyan furcsa, hogy egy ilyen abszolút komoly dolgot az ember belevon egy könnyű műfajba. Belevon úgy egy könnyű műfajba, hogy ráadásul ezzel, mintha kicsit devalválná az értékét annak, amiről egyébként énekelni óhajt, vagy amilyen mondani valót súlykolni akar a közönségébe. Az a neve végül is az együttesnek, hogy Ámen. Igen. Ami már valamiféle megkurcolása az igének, vagy az igennek, ugye? Nem, egyáltalán nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy mindez, amiben mi hiszünk, az egyáltalán nem egy olyan misztikus, öregbácsis valóság. Nem erről van szó, hanem egy nagyon hétköznapi, nagyon, nagyon itt a földön járó dolgok ezek, ami tele van humorral, meg... Jó, megértettem, tehát nem feltétlenül priméren nézni. Vagy közvetlenül kapcsolódik ez a valláshoz a 14-nek. Még egyre válaszol, és aztán átengedem a szót a zenének. Hogy vetted rá Zárai Mártát és Vámosi Jánost, hogy vokálozzon nektek? Szóval azt tudod, hogy végül is egy több mint 40 éve éneklő, köztiszteletben álló, én azt hiszem, házaspárt arra rávenni, hogy odálljon és subidubákat, nem subidubákat mondanak, ez majd ki fog derülni, de... Nincs más választás, hogy szabad vagy, ezt éneklik. Nincs más választás, hogy szabad vagy. Pontosan ezt az egy sort éneklik minduntalan, és körülbelül a dalnak az utolsó harmadában, ugye? És közben kettőt jobbra, kettőt balra táncolnak. Mivel vetted le őket a lábukról? Hát ezt talán tőle kell megkérdezni, de én semmi más nem csináltam, hanem fölhívtam őket telefonon, és elmondtam, hogy van ez a videoklip, hogy miről van szó, és hát végül is az lett az eredménye, hogy
egy nagyon sikeres kis videoklipet csináltunk. Hölgyeim és uraim, következik Zárai Márta és Vámosi János. Szóval itt már beszélgetünk, amiről beszélgetünk, és szóba kerültetek ti, ezt a nézőknek mondom, nehogy aztán sok száz levél érkezzen, hogy hogyan merészelen a tőlem legfeljebb egy-két évvel, de mindenképpen idősebb házaspár tegezni, erre ti jogosítottatok föl. Megszerettünk. Ja, mit mondtál, mondd hangosan. Azt, hogy megszerettünk. Ez már jól esett. Na jó, szóval, hogy hogyan vállaltátok el, mondom úgy, ahogyan már megfogalmaztam ezt az asszisztenskedést ebben a bizonyos dalban, vagy abban a bizonyos klipben. A szent ügy érdekében, mikor Tamás megkeresett minket, és elmondta a múltját, és a jelenét, és a szándékát, és a céljait, akkor mi ezt oly szépnek, és olyan csodálatosnak tartottuk, hogyha csak egy pillanatra is, de szívesen részt veszünk a céljaiban. János, te például nem próbáltad meglebeszélni Mártát? Hát mégiscsak nem tudom, hogy pontosan hány év tizednyi éneklés, de biztos, akkor az 4 évtized. Igen, szóval... rábeszélt Márta erre, és valóban, hogyha ezt az ügyet, a mi kis közreműködésünkkel hát elősegítjük, akkor mi ezt boldogan tesszük. És attól nem kell tartanotok? Mert hát a szakma azért, hogy úgy mondjam, nem csupa jóindulatú emberből áll, hogy azt mondják, milyen rosszul megy már szegény Zárainak, Vámosinak, hogy arra adják a fejüket, hogy egy feltörekvő együttes mellett asszisztáljanak, vokálozzanak. Hát édesanyikám, hogy a szakma mit gondol, teljesen az ő dolguk. Mi nem nekik énekelünk, hanem a közönségnek. 42 éve. Jó, hát én minden esetre számít valamit, ha eddig nem, ami persze nincs így, de eddig nem is, innentől kezdve abszolút módon becsüllek benneteket, és akkor következzék a dal. Vagy két hét bolgár aranypart. Nem tudsz szabadságra menni.